A nájlon nem oda megy, megmondtam nem. Neked az előbb a sárgába. Szelektíven gyűjtötték a szemetet az önkéntes horgászok. A sárga színű zsákba kerültek a műanyagok, míg a zöldbe a többi hulladékfajta. Az április 13-án szervezett környezetvédelmi napon a Mosoni Duna holtág partján rendezett szemétszerést a Sporthorgász Egyesület Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége a Győrszollal együttműködve. A szolgáltató a zsákokat biztosította, és az összegyűjtött hulladék elszállításáról is a társaság gondoskodott. Idén is a megszokott létszám vett részt az önkéntes szemétszedő akcióban. A Mosoly Duna holtág az egy közösségi víz, tehát nem egyesületi víz, hanem megyei szövetségnek a vízterülete. Ez azt jelenti, hogy bármelyik egyesületi tag jöhet ide horgászni, akinek területi engedélye van. Na most ezért itt elsősorban azok jönnek, akik itt horgásznak. Itt vannak kikötők, vannak kikötőfelelősök, és a saját kikötőjüket rakják rendbe ilyen esetben. Tehát tulajdonképpen a létszám az 30-40 fő, aki részt vesz. Ez a megszokott létszám, akik rendszeresen itt vannak. Természeti értékeink megőrzése, környezetünk tisztasága nagyon fontos, ezért oda kell rá figyelni. A holtág partján azonban sokféle hulladékot találtak, amiből az is kiderül, hogy nem csak egyes horgászok, de a lakosság is túlságosan könnyelműen szemetel. Az a baj, hogy a horgászaink is trehányok, meg sajnos a lakosság is kihordja a szemetet, nem ide a partra, az a töltés oldalába. A közel 40 fő részvételével tartott szemétszedésen sajnos volt mit a zsákokba tenni. A környezetvédelmi nap így sikeresnek mondható, vagy inkább szomorú tényként könyvelhető el.